Összesen 2730 hazai iskola vett részt a Magyar Diáksport Szövetség NetFit felmérésében. Az eredményekből kiderült, hogy szükség van a mindennapos testnevelésre az iskolákban, ugyanis a diákok egyes korosztályokban már lényegesen fittebbek, mint a korábbi években. Vendégem Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Na hát ugye, ez egy nagyon érdekes felmérés volt, és amikor kihirdettétek az eredményeket, akkor is egy elég látványos kis rendezvényt vagy eseményt hoztatok köré sportolókkal, ismert emberekkel, de nézzük azt, hogy tulajdonképpen mit hozott ez az eredmény. Én most nagyon-nagyon dióhéjban szedtem össze, hogy volt eredmény, amiben javultunk, volt, amiben nem, de mit hozott ez a felmérés? A legfontosabb információkat elmondtad. Alapesetben a 2010-ben egy kormányprogramnak a részét kezdte el kidolgozni a Magyar Diáksport Szövetség, amely egyébként egy civil szervezetről beszélünk. Ez nem más, mint hogy legyen a közoktatásban egy olyan mérési rendszer, egy mérési értékelési rendszer, amellyel világos képet tudunk kapni arról, hogy a gyerekek, a tanulók milyen fittségi paraméterekkel rendelkeznek, fittek-e vagy sem. Ez azért is fontos, mert láthattuk ugye a népegészségügyi mutatóknak a romlását, láthattuk azt, hogy különböző mozgásprogramokat indít egyébként a kormányzat is. Hogyan tudunk mi civilek ehhez hozzájárulni? Természetesen úgy, hogy egy ilyen mérési programnak a protokollját kidolgoztuk. Erre támogatást kaptunk egyébként, és meg is csináltuk ezt a programot. Ami azt bocsánat, jelenti, mi volt a gyakorlatoknak a lényege? Tehát ki találta ezt ki, hogy pontosan mik legyenek, és mi az, ami esetleg fontos már ezeknek a korosztályoknak a számára is? Ezt próbálom most fölgörgetni. Az elmúlt 3 évben mérjük most már a gyerekeket, az 5. évfolyamtól a 12. évfolyamig mérjük, ezt rendelet szabályozza egyébként, ami azt jelenti, hogy 10 éves korosztálytól a 18 éves korosztályt mérjük. A 4 fajta paramétert, 4 fajta nagyon fontos részt mérünk, az egyik a vázizomzat, a másik az erőképesség, a harmadik az állóképesség, a 4. az pedig a hajlékonysági teszt. Minden egyes ilyen nagyobb profilban vannak különböző tesztek, mint például az állóképesség, az ingafutást testesíti meg, az erőképességnél van a kéziszorító erő, hasizom teszt, hajlékonyság, törzsemelés, vannak ütemezett fekvőtámasz, tehát nagyon-nagyon sok olyan paraméter van, amivel az egészségorientált fittségét tudjuk a gyerekeknek kiszűrni. Mennyire függ össze ez a teszt azzal, hogy bevezették a mindennapos testnevelést? Az hozta-e életre, vagy az hívta-e életre? Én azt gondolom, hogy ez egy kisegítő program, ez egy pedagógiai eszköz igazából a testnevelő tanároknak a kezében. Mi azt szerettük volna elérni, hogyha látják azt, hogy milyen állapotban vannak a gyerekek, úgy sokkal könnyebben tudnak speciálisan egy adott tanulóra, vagy adott esetben egy intézményben az osztályokra lebontva, vagy például, hogyha az egész országot nézzük, regionális szinten is megvannak azok az eltérések, megvannak azok az állapotok, mi a helyzet a gyerekeknek a fittségével. Hogy egy kicsit beszéljünk a konkrétumokról. 3 nagyon fontos adat van, amiről szerintem érdemes beszélni. Az egyik, hogy nagyon rossz állapotban vagyunk az állóképességi tesztekben, a törzsemelés tesztekben, hogyha mondhatok százalékos arányt, belefér a keretünkben. Ami riasztó adat, az az, hogy még a 10 éves korban 70%-ban egészségzónában vannak, tehát fittek a gyerekek az állóképességi tesztben, a 18 éves korban a 30%-uk. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva romlás, tehát csak a 30% fit a gyerekeknek. Az elmúlt 2 év mérés során, mint ahogy azt el is mondtad, már van javulás 4%-nyi pontnyi, ezért arra következtetünk, hogy az iskolai mozgásprogramok vagy a mindennapos testnél is már segít ezen a rossz tendencián egy kicsit javítani. Ugyanilyen rossz teszt jött ki a törzsemelés tesztnél, ami valószínűleg az ülő, nagyon sok ülőéletmód, sokat számítógépeznek a gyerekek, kevesebbet mozognak, ezért látszik, hogy a méhátizmok vagy a gerinc, a tartás az nem megfelelő, tehát ebben is rossz adatokat mértünk. És a harmadik, amire még érdemes fölhívni a figyelmet, hogy van regionális szintű különbségek is, ami azt jelenti, hogy a budapesti régió, a Pest megyei régióban jóval fittebbek a gyerekek, mint például Észak-Alföldön voltak a legrosszabb állapotok. Itt egészen konkrétan a testösztömegindexet, amikor mértük, a BMI-t, ott ugye kimutatta azt, hogy például Jász, Nagykunszolnok megyében 2-szer annyi túlsúlyos elhízott gyermek van, mint egyébként Budapesten, ami nem azt jelenti, hogy a testnevelő tanárok kevésbé végeznek jó munkát, sokkal inkább a szociokulturális háttér, a családi háttér, milyen lehetősége van egyébként a családoknak a gyerekeket mozogtatni, sportoltatni. Mondjuk nekem ebből rögtön az jutott az eszembe, hogy egy vidéki gyerek, vagy aki nem Budapesten él, az többet mászik fára, az kint az udvaron többet tud játszani, tehát valahol ezeket az alapképességeket jobban megszerzi, mint egy budapesti gyerek, akit a vidéki
vidékre viszünk, akkor tud maximum fára mászni, vagy nagyon-nagyon kevés ilyen lehetősége van. És érdekes, hogy mégsem ezt mutatják a tesztek. De vajon ennek mi lehet az oka? Mint ahogy mondtam, ez valószínűleg a szociokulturális háttér. Tehát, hogy megteheti el szülő azt, hogy egyébként a gyermeke sportol. Ha jobban megnézzük, a mindennapos testnevelés azért volt egy nagyon jó dolog, és a iskolai testmozgásprogramok azért jók, mert vidéken gyakorlatilag szinte semmi lehetőségük nincs a legtöbb esetben sportolni, mozogni a gyerekeknek. A mindennapos testnevelés van, vagy ha egy kicsit promotálhatom a Diák Sportszövetség programjait, mondjuk a Diák Olimpia versenyrendszer. Mi ugye ott vagyunk minden egyes vidéki településen, a legkisebb falvakban és a kisiskolákban. Tehát ez egy kihívás, amiért utána van értelme edzeni, vagy készülni. Pontosan. Amikor ezt a tesztet elvégeztétek, akkor hogyan választottátok ki az iskolákat? Mert ugye ez is nagyon fontos. Vagy például, amikor már az egyik iskola tudta, hogy mik a felmérés alapkövetelményei, akkor mennyire készült rá, és lett esetleg mondjuk a mutatott számadat annak az eredménye, hogy készültek, hogy akkor törzsemelésre egy kicsit rágyúrunk, a futásra egy kicsit odafigyelünk, és akkor milyen jó eredmények lesznek? Ez egy kötelező teszt, ezt rendelet szabályozza, ezt minden iskolának el kell végezni. Azt kell tudni, hogy 3500 feladatellátási hely van, vagy intézményről beszélünk. Tehát minden egyes iskolában kötelező ezt a mérést megcsinálni. Nagyjából olyan 90%-osak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy valójában mindenhol megcsinálták, az összes tesztet megcsinálták, és visszaküldték-e az eredményeket. Tehát ez kötelező, ezt minden iskola magáinak is érzi. Ráadásul ugye egy program keretén belül egy uniós programért pályáztunk anno 3 éve, ingyenesen dolgoztuk ki ennek a protokollját, az eszközöket ingyenesen szállítottuk ki minden egyes iskolába, képeztük egyébként a testnevelőket, 8000 tanítót és testnevelőt képeztünk ki, hát ekkora pedagógus továbbképzési program nem is nagyon volt még Magyarországon, tehát ez egy nagyon sikeres program. Amiben még hiány szenvedünk, és amiben szeretnénk erősíteni, nem véletlenül népszerűsítjük, hogy van ez a program, hogy egyrészt használják a pedagógusok valójában, mint pedagógiai eszköz, másrészt pedig van egy egyéni visszajelentő lap, amikor megvan az összes paraméter, a mérések, a tesztek eredményei, azt egy ilyen egy oldalas egyéni visszajelentő lapon nem csak a szülőnek, hanem a szülőnek át, nem csak a pedagógusnak át kell adni a szülőknek is. Tehát szeretnénk erősíteni azt a kapcsolatot, hogy egy fogadóórá, egy szülői értekezleten igenis beszéljék meg az adott tanulónak a gyereknek az eredményét, mert azt gondolom, hogy a szülők bevonása nélkül nem tudjuk elérni azt az eredményt, hogy valójában segítsünk a gyerekeknek a. Igen, és ezt az eredményt már megkapták a szülők akár, vagy a tanárok? Ezt meg kellene kapniuk. Mert most bogarat ültettél a fülembe, és azon gondolkodom, az én két gyerekemre még nem kaptam. Ezt meg kellene kapniuk. Milyen idősek egyébként? Hát az egyik már 10 éves, tehát ő még pont benne van, a másik az kisebb, az 8 lesz. 10 éves, akkor most lesz az első mérése, azt elvileg a testnevelő tanárnak, a pedagógusnak át kell adni ezt az egyéni visszajelentő lapot, meg kell küldeni a szülőknek is, sőt, tovább megyek, a tanuló is megkapja, tehát elvileg neki is, ő is haza tudja vinni. Az lenne az igazi cél, hogy legyen egy interakció, közösen beszéljék meg, ne csak mondjuk a matematikában, hogyha vannak hiányosságok, vagy irodalomban, igenis a testkultúra, a mozgás tekintetében is beszéljék meg egymással, hogy hogyan lehet segíteni annak az adott gyermeknek. Mutatott-e a statisztika, felmérés esetleg abban valamit, hogy azokban a városokban, nagyvárosokban, és most nem Budapestre gondolok, mondjuk Veszprém, Győr, ahol egy jó kézilabda bázis van, ahol egy jó kézilabda és kosárlabda bázis van, és még ugye sorolhatnánk, hogy ott esetleg kiemeltebb eredmények születtek. Tehát, hogy az a sport, amit egy versenysporthoz, az a népszerűsítése magának a sportnak, és nem egy sportágról beszélek, attól mondjuk a gyerekek jobban sportolnak, vagy az esetleg egy húzóerő lenne. Ilyen jellegű kimutatásunk nincs, viszont más jellegű. Adtam igen. Egy jó ötletet. Ez abszolút jó ötlet. Mi a Diák Olimpián tudjuk ezeket a pozitívumokat lemérni. Tehát ahol megvannak a sportág, és akkor most evezünk át egy kicsit az élsportra, mert ugye a mérési rendszer az nem az élsportot erősíti, igen, hanem csak az általános említett. Igen, csak húzhatja a gyerekeket. A Diák Olimpián egyértelműen látszik, hogy például Veszprémről beszélgetünk, vagy mondjuk Győrről, hogyha beszélgetünk, megvannak azok az iskolák ezeken a területeken, ahol nagyon erős például a kézilabda, vagy a kosárlabda, vagy akár a labdarúgást, ezek mind-mind megvannak, és általában rendszerint a diákolimpiákon mindig ezek a csapatok szoktak nyerni, vagy legalábbis a döntőt ők játsszák. Tehát megvannak ezek a jellegű tradíciók, ha úgy tetszik. Mit tudunk kezdeni ezekkel az eredményekkel? Tehát ezután mondjuk a Diáksport Szövetség hogyan tud javaslatot tenni, vagy bármit arra, hogy esetleg az iskolai testnevelés más legyen? Van ennek valami elvárások követelménye, vagy valami utómunkája? Mivel úgy dolgozunk, hogy a Diáksport Szövetség az alapvetően az eredményeket kapja meg, tehát nekünk megküldik a testnevelő tanárok rendszeren keresztül az eredményeket, mi kiértékeljük azokat az eredményeket, és mint mondtam, van az egyéni visszajelentő lap, ahol már egyébként minimális struktúrát, vagy
hogy mondjam, általános megfogalmazásban javaslatot is teszünk, hogy mondjuk mozogjál többet, csinálj ezt, csinálj azt, hogyha mondjuk valamelyik tesztben nem voltál megfelelő, de mégis a lényeg az, hogy a pedagógiai eszközként használja ezt a testnevelő, és valamilyen módon a szülőket a testnevelőkkel össze tudjuk kapcsolni. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a Diáksportszövetség népszerűsíteni próbálja, ezért köszönöm, hogy itt is lehetek nálatok, mert én azt gondolom, hogy ismerjék meg minél többen, hogy van ez a teszt, és használják, és nézzék meg, akár a szülők is kérjék be testnevelőtanároktól, hogy mutassák meg, hogy a saját gyerekük milyen állapotban, milyen fittek, és milyen állapotban vannak. Mi az, amit mindenképpen úgy látsz, hogy pozitívum már, és mi az, ami még nagyon-nagyon rossz irányba halad, és azon még mindenképpen változtatni kell? Én azt gondolom, és azt hiszem, nem véletlenül csinál, mint civil szervezet a Diáksportszövetség különböző fejlesztéseket a mindennapos testnevelés keretén belül. Tehát mi tartalmi fejlesztéseket csinálunk, próbálunk tankönyveket, oktatási anyagokat a gyakorló pedagógusok kezébe adni, olyan lehetőségeket, amellyel hát 20 éve más volt a gyermek, mint ami most. Az Z generáció, az XY generáció, hát egész másképp kell őket megszólítani, újfajta motiváló módszertanok, újfajta tartalmakat kell. Ebben dolgozik a Magyar Diáksportszövetség, és én hiszem azt, hogy a mindennapos testnevelés is egy nagyon jó program, ha azt meg tudjuk jól tölteni tartalommal. Ha valójában, ahogy az infrastruktúra is fejlődik, és még fejlődnie is kell, ez egy olyan komplex programmá tud válni, ami nem csak az elméleti oktatást kapják meg a gyerekek 8-tól 4-ig az egész napos iskolában, hanem valójában az egészségükért is tudnak tenni a testnevelők, és valójában a sport is egy kicsit, és a mozgás is előtérbe kerül. Tehát erősíteni kell ezt a programot minden ilyen támogató programmal, mint ez a mérési program. A negatívumokat nem említetted, talán azért, mert jobb is, hogyha nem beszélünk róla. Én szeretek a pozitív dolgokhoz hozzáállni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm és szépen. Reméljük, hogy tényleg egyre erősebb és jobb lesz ez a fiatal nemzedék. Köszönöm. Úgy legyen, köszönöm szépen.